kigyulladt egy 150 négyzetméteres családi háza Jászanykun Szolnok vármegyei kőtelken. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy körülbelül 150 négyzetméter alapterületű családi ház, 50 négyzetméteres két helyiségből álló épület része Kőtelek Hargita utcájában. A tűz következtében a lángoló épület födém szerkezete több helyen is beszagadt. Az esethez a szolnoki hivatásos, valamint a kőteleki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik több oldalról több vízsugárral kezdték meg a beavatkozást. Az egységek légzésvédelem mellett behatoltak az épületbe, onnan pedig egy hűhatást ért gázpalackot, valamint egy benzinüzemű áramfejlesztőt távolítottak el, megelőzve ezzel azok felrobbanását. A lángoló épület részben egy ember tartózkodott, az ő holttestét a tűzoltók találták meg az oltási munkálatok során. Az esettel kapcsolatban a Katasztrófa Védelem Tűzvizsgálati eljárást indított. Decemberben 25 lakástűzhöz riasztják naponta átlagban a tűzoltókat, és közülük jó néhány tragikus kimenetelő. Egy pár ezer forintért megvásárolható füstérzékelő életet menthet, hiszen a tűz keletkezésekor jelez, így azt még van idő eloltani, vagy kimenekülni és kihívni a tűzoltókat.